Újpontban gyakorolt tojás kiállításon egy bekötő szeretett vendégségre ma eljöttek. A tojások húsvét harmadnapjának díszei ott állnak az asztalon, majd közelebbről meg fogjuk őket szemlélni, kiértékelni, de addig is türelmetlenül a függöny mögött várnak a nők, akik elő szeretnék kapni azt a két színdarabot, amit buzgalommal, szeretettel és kitartással megtanultak. Ugyanis színdarabot elkezdeni könnyű. Kis ideig folytatni egyszerű. De a legeslegutolsó mozzanatot is betanulni, és azt mondani, hogy vége, megtanultuk, viszont nem is olyan könnyű. Aki még színdarabozott, aki végigcsinált egy ilyen előadást, sorozatot, az tudja, hogy eljárt. Hát engedjék meg, hogy előre is megköszönjem azt az odaadást, azt a kitartást, amivel az asszonyok, nők, leányok ezt a két színdarabot összehozták, mely tulajdonképpen a télre gyakorolt nők órájának a folytatása volt, amin előadták a szép lakodalmast a harsang idején, és végül ma megtekinthetjük a Littnerné Fitler Vilna, gyakorolt, amit ki tudtam ejteni, által írt Városi kislány, falusi menyecske című színdarabot, amely az 1930-as éveknek a városiasodásáról szól. Egy olyan mozdulatot örökít meg, amikor a valamikori falusi menyecske városi asszony lett. Aztán mondnám, hogy hogy működik az, amikor a városi elfelejti, hogy falusi tud-e lenni. Okozzák ki maguk, hogy már vele kell állítani. És hátulról súgják, hogy oldik pont. Ó, meglátják. A másik színdarab az örvendetes járvány. Na most, mi az örvendetes járvány? Hát én azt hiszem, mindenki arra gondolna, hogy valakinek viszketi a marka. Azt szerint, hogy pénzhez jut. Hát ez nagyon jó járvány volna. De egy valami más járványról lesz szó, úgy, ahogy Tomcsa Sándor ezt leírta. Hát fogadják olyan szeretettel, amilyen szeretettel ők megtanultak, egy kemény tapsot előlegezzünk meg végig. Jöhetnek a vendégek. Pompás, még csak fél négy. Legalább pihenhetek egy fél órácskát. Ugyancsak rám fél. Mert rengeteget dolgoztam két nap alatt. Mert hiába mondogatják nekem, hogy már alig bántuk lelkem, hogy meglátogassuk. Jól tudom én. Nem engem akarnak látni, hanem a hátam táját. Mert eleget tárpálták Imrét a rokonai, hogy ilyen fényás városi menyecskét hoz a hátul, aki naphoztat majd csak tipelészkedik, de a dolog végét ugyan meg nem fogja. Na meglátják majd, hogy megfogta. Olyan tiszta, olyan rendes az a fény kis vészte, akár a patika. Tegnap is rengeteget dolgoztam. A kertben már egyetlen ágyásom sincsen üres. Ma meg már. Reggel óta sütött főzök. És hol a rozsonnával várom a Doglámi néném asszonyékat, hogy még a fülük is kép felé áll tőle. Micsoda? Már meg is jöttek. No, se baj. Én kész vagyok. Tessék! Jó napot lehet! Eljött! Ela, hogy tanulja rendet, biztonságot!
Gondos asszonyi munkád az egy ügyes kis ágyikánkról, mint a miatt ügyet asszonyi. Ugyan, Borcsa néni, hát hogy mondhat ilyet? Hiszen a maga lányának után nem kell a szomszédba menni tanulni. Hát te úgy is jó, ha nem látod szívesen, odébb is mehet egy hátra. De Borcsa néni, hát hogy mondhat ilyet? Hogy én, Borikát, nem látnám szívesen, aki elsőnek jutott a gyakamba és teljes violát évet, mikor mennyasszony koromban meglátogattam Borcsa néni. Csak azt nem hagyhattam jóvá, hogy tanulni jöjjön én hozzám tapasztalatlan, fiatalasszony volt a Borcsa néni lánya. Jó, jó, csak kezdelékedjél. Tudjuk, ti Imrétőket helyre gazdaskodat. Város irányétedre, paraszti dolgot sem vesztetek? Bizony ne. Tudod, dologra fogott az édes, a vén édesanyám már egészen kiskorom óta. Hát Imre bácsám hol van? Hol a megyes mai határba fog a sor? Akkor ma nem is lát. Nem bizony, öreg este lesz már mire hazakerni. Olyan nagy a határ. De én csak szóval tartom kedves vendégeimet, pedig jól tudom, megéhetszem már a hosszúton. Megyek is, hozom a friss forró kávét. Én is megyek segíteni. Gyere! Szóval, mint szó, a versőházat nem érhetünk. De vagyok itt minden a tisztaságtól. Ott tesz, ahol nincs szemelőt. Hát az én gyerekom már lehetem hajni. Nézd, mi Rózsikám a diványolá. Úgy látszik, rendesen se bőnnek ott is. Hé, te mit csinálsz? Hát én igazán az édesanyámnak. Semmi, fiam, csak egy pillér gurítottam el véletlenül. Azt kereste Rózsi. Azt a pillért szeretném én látni. No, és meg lett legalább. Még, lelked, még. No, akkor szíve, gyerünk pozsondálni. Borcsa néném, Sári néném, ide a diványra. Rózsi, gyerva, üljetek le ti. Borika, foglalj helyet. Mariska, mi mindent nem fütöttél bőtől, ami kezdjünk rá? Hát a ilyen kedves vendégek vettől, mint maguk, hát csak nem sajnálom, amit terén mozsornákat. Fölét felhetek, ugye néni? Ti is szeretitek tercsi? Ó, mi csak szűrve szoktunk, meg nem bírnám inni a fölét. No, se baj, hát majd megszűrünk. Hát te, Borikám, hogy szeretél? Ahogy kerül, én minden szeretem. Ügyes leány vagy te? Kalácsot is tessék, nincs egy órája, hogy kivettem a sütőből. Hoppás, volt éve. Tudja, ha egy lány mérhez megy, városom csak úgy kell értsen a dologhoz, mint falu. Az én drága jó édesanyám sise mert volna adni a házból, ha nem állnám meg a helyem a magam házatáján. Hanem a garázs máskor jobban megfogdál, Gikám? Mert szép, hogy ilyen nagyra vegyük bennünket. De azért nem kellett volna az udvarhelyi cukrásznál költeni ilyen sok finomságra. Jó, ne fogni, mit mondjuk? Könyves kinti vagy, palacinta is. De Sári néném, hát hogy gondolhat ilyen? Hiszen ez nem a cukrásztól való. Hát hogyan is költenék rá, mikor bajkon tojás vaj, meg finomlik elé? Csak nem te csináltad ezt is. Persze, hogy én, hát nem olyan nagy mesterség az. Na hallod valamit? Hát ez igazán nem tudtam volna. De ezt beszülhetem Boros Imrének, ha elhittük a hírit a tudományának. Istenem, Sári néném, igazán nem érdemne. De nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy írlik a főztőm. Csak rendesen az úrban, ha ilyen parázs és tortákkal még süteményekkel foglalkozik.
igazi jódavalók ujjak ízletesen nem tudják kivíteni. Hát elismerem, hogy ahhoz valamivel nagyobb tudomány kell, mint a tortasütésed, minek ugyebár megvan a pontosan leírt mértéke. De azért bátran vállalom. Ma is épp azt vittem ki az uramnak a mezőre, egy jó döpörtűs túlós csúrtát. Meg is nyaltam a száját utána. De Sári néni, ha meg nem vetnék, ugyan maradjanak nálam vacsorára. Ott állt meg velük szerint vacsorákat. Nem számítottam ugyan ennyi kedves vendégre, de azért nem jövök kavarba. Tudják mi? Ha a kocsi maguk érjön, majd visszaküldjük egy üzenetelni, ne várják. Aztán vacsora után mindre hazadjuk ki magukat a mi kocsinkkal, hát nincs olyan messze oklán. Hát, én nem is bánnám, de az uram tudott Bódi bátyát, s a fiaim és erősen szeretik a gyomukot. S aztán igaz, ami igaz, te egy havita odakodnád az égkor a bablevest, örvögött és érte az öre. Estére valamit is sem kell főzni. Hát, nekem ugyan kész a vacsora, de szegény öregem olyan fáradt, hogy haza mindig a mezőről, de szerem kívánni, hogy maga melegás, és találja az ételt. De tudjátok mit, édesanyám? Hát maradjam, hogy csak nyugodtan itt, ha már Magyiska ilyen szívesen marasztalja. Én majd hazamegyek a kocsit, mind a két háznál eligazítom a vacsora. Azt hiszem, jó lett Borikám, hát sajnálom ugyan, hogy elnéztem. Jól tudom, eljött máskor, és akkor viszont annál tovább kimarasztalnak. Hát jó, már Mariska, ja, szívesen lát. Mi marad? Aztán paprikás krumplit készítél, Borika? A krumplit megtalálod a pincébe, és a kulcs ott van az edényes ponton, a második lábas, és aztán tanulnád egy pirincsárja, az ott dolog a kamarát. De ha már ilyen nagyra vagy a fejlési tudományodat, vajon hogy áll a bál a tűzsőgazdaságban? Hát, elismerem, hogy az mellént olyan, hogy azt tudjátok, felkünk gazdaságunk otthonnak, ugyebár nem volt. De gondoltam, nem olyan nagy öltöngösség, a kertő van ásva, ami magat otthon nem találtam, azt vettem a boltba. Aztán elvetettem, az ágyások közé utat kiforgattam, már nem is volt. De ugyan bizony mit vetették? Mindenfélék, zöldségeket, karalávét, káposztát, fenótot, salátot, nevetését, nem tudom, hogy mi. Hát nézd, Mariska, a hagyma magjából csak olyan egészen kicsi kis hagyma lesz, amivel főzni nem lehet. De azt, amikor látod, hogy a zöldje leszárad, kiszeded a földből, beleteszed egy zacskóba, és elteszed jövő tavaly. Na az a zuhagyma, és azt aztán majd egyenként beledugod a földbe, és abból lesz az igazi zuhagyma. Nem, Isten, utóbb kiderül, hogy a fokhagymánál is így van. Nem egészen. A fokhagymának a két keresztje egy kell a földbe dugni. Az nő meg tavasztól őszi, vagy őszre tavaszt. No, hallod, Manuskám, hát én azt sem tudom, hogy nálunk mindenki gyógyulás elmettünk. Ugyan nagyra lehetsz a tortákat, mikor a szalát elvetetted magnak. Hát, ha már a kertét ennyire nem érte, vajon az állatok körül, hogy állt a dologot? Istenem, Sári néném, hát azért olyan ügyetlen már én sem vagyok. Hiszen úgy tevetnek engem, egészen ellettek, amikor letettem azokat aranyos kis libát, vécék, tyúkok és galambok. Már kacsolban van én? De van ám. Pedig nem egy könnyen sikert után megültetni. Próbáltam 10-15-öt is, míg végre valahogy egyet sikerült megültetni. Mert tudják, volt köztük néhány csípős goromba tyúkom is, amelyik erővel maga alá tette a tojásokat, s nem engedte, hogy ellegyen, s a telitek alá tegyek. Éppen ezért nem is sikerült csupán csak ezt az egyet megütetni. De hát, miért néznek így rám? Mit tettem már megint? Jaj, szívem, hát bizony már megint nem jól csináltok. Látod? Ezek a címből fogok. Ugyan, de hogy is
én a Billy Margisot tojás kérek. Miért is mentem volna, mikor van nekem itthon tojás elé? Mégpedig, te még nem olyan kutvének, mert megemlésnek tartogatom? Húsnék vasárnapján ültettem még csupa húsnéki piros tojáson. 12 darabot, pirosat, sárgát, kéket, zöldet, jaj, olyan kíváncsi vagyok már rájuk. Ámba, akkor itt a rendes, akkor nem tudjuk rájuk.